Na srácok, nyomjuk tovább a Lord of the Fallen-t, és ugye az előző részben egy picit elkezdtem rajta gondolkodni, hogy az utolsó fejlesztőanyagot a flaskához elhagytam-e vagy sem, és hát lényegében el is hagytam meg mégsem, ugyanis itt van ezen a területen, és hát olyan szinten el van dugva, hogyha ott vagyok közvetlen mellette is, elhagyom és nem veszem fel. Na, lényeg a lényeg, vissza kell jönni egészen ide az előző nagy területre, ahol van a mozgó lépcső, mozgó csiga lépcső. És itt volt egy rész, ahova én már eljöttem, sikeresen meg is haltam. Még az XP-met is vissza kell majd szerezzem. Szóval itt erre én nem mentem el az előző részben, és nem a tűz miatt nem vettem észre, hogy merre kell majd azt felvenni. Hanem majd meglátjátok, hogy milyen szinten el van bukva az a szar. Ez meg fog ölni, ugye? Hú, de egy utálatos ellenfél ez. Tehát olyan szinten el van erre dugva, hogy az nem igaz. Hát eleve kellett hozzá Royal ki. De nem dobunk magot, remélem nem lesz rá szükségem. Remélem az a Reaper nem vesz észre. Vesz egy shortcut létre. Jó, de jó. Hát jó. King Bramis. The hallowed sentinels must be stopped. Nem nagyon akar észrevenni. Hú, te! Surely Mordstead has suffered long enough in their shadow. Nézzük. Ó, de jó vagy, na gyere! Ládiko! Jó. Ja, és hogy van még egy. Hát ez marha jó. Na, hol van az a tüzes jóska? Ó. Reaper megjön utánam, ugye? Nem, visszafordult, helyes. Meg húzzá innen. Azt a rohadt élet! Ezt a négykarú barmot el kéne intézni, de akkor előbb már ezt, hogyha ide jött. Persze! Fú, te! Amúgy ez meghalt, vagy mi van vele? Nem bánnam. Szóval, amit keresünk, az valahol itt lesz. Kösz! Kösz, hogy hagytál életet tölteni. De tényleg, nincs semmi baj. Jó, te húzzál innen. Jó.
És az összes hílem elment. Ja nem, egy még maradt. És az a lényeg, hogy itt van egy lift. És figyeld, felmegy és ott van alatta. Mi undorító helyre van elrejtve az utolsó essence? Ez a létre, ez nem tudom, hogy hova megy. A liftet szintén nem tudom, hogy hova megy, majd mindjárt megnézzük. Visszahívjuk. Addig, amíg lejön, megnézzük, hogy a létre az hova shortcut. Jó, tudom. Tudom. Oké, akkor nézzük meg a liftet. Hát nem volt egyszerű ezt felszedni, de ő volt az utolsó essence. Ezek felhozott minket valahova ide. Le kéne patyogni. Úgyhogy ne nagyon fájjon. Jaj, de jó, itt egy lepke. Nem szeretjük a lepkét. Éj, még egy lepke. Nem akarsz felrobbantani. Úgy. Jó. Az dob le bármi is az. Egy maszk. És hát nem akarok leesni. Innen nincs-e valami biztonságos út lefele? Nem úgy néz ki. De. Hova hozott vissza minket? Igen. Jó, tudom, hogy hol vagyok. Oké. Jó, van, tudom, hogy hol vagyunk. Na, húzzunk haza fejleszteni az italokat. Ja, mondjuk ezt felvehettem volna már rég. Na jó. Akkor itt szépen kiszambázunk. Hol volt a... magocska, amit elültettem, valahol erre, ugye? Valahol erre volt. Ja, itt volt lent. Nyom meg gyorsan. Var! És visszamegyünk a Skyrest-be. Aha, hát kutya az nem jött össze. Figyelj csak, leány. Our holy word continues, Lampere. Fellow sanctified vessel. Fully upgraded. May Aureus' divine radiance flow through me and into you. Na, fullra van fejlesztve a flaskánk. Meg is kaptuk érte a trófeját. Na, viszont. Hát a boltos az nem tudom, hogy hol van. Valahol kirándul. És akkor melyik volt az a, ez a fegyver volt, amit használtunk. Kezdjük el fejleszteni.
kell hozzá. 8, hát 7 darabom van, nem baj. És akkor lesz 9-es. Vásárolni? Nem árulsz olyat? Dehogy nem, 1500. Jó, hát akkor először adjunk el olyat, ami nem kell. Ez például nem kell. Derba card. Ezt nem adjuk el. Pajzsokat eladjuk, úgyse használjuk őket. Gyűrűket sem adunk el. Ilyeneket sem adunk el. Viszont ilyeneket igen, mert úgyse használom. Jó. Tényes. Ezt is eladjuk mindet. Jó, nézzük meg, hogyha vásárolunk egy fejlesztő anyagot tőle. Így. És próbáljuk ezt fejleszteni. Ott is van. Mi nincs hozzá? 7500. Jó, 7500-at összekaparunk gyorsan. Valahonnan. Nem tudom, hogy honnan fogunk összekaparni 7500-at, de... Ebből is van több. Ebből is van több. Jó, nézzünk még itt szét a ruháknál. Ez se kell. Ez se kell. Ez se kell. Jó. Mit adjak még el? Adjunk el ilyet. A kis kavicsból. Tessék. És akkor ezt tudom fejleszteni. Jó. Rúna. Ebbe pakoljunk bele. Azt mondja, hogy... Ez mondjuk jöhet. Az nem jó. Rakjuk bele még azt is. Így. Na, mindjárt leteszteljük. Most három ugyanolyan rúnát raktam bele, mind a három fizikai sebzést növel. Megnézzük. Nem pihenni szerettem volna, most már mindegy. Ugye az volt az a fegyver, amit ugye a játék elejétől elkezdtem használni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. Bár mondjuk megmondom őszintén, ezt a kardot nem szívesen cserélném le. Oda nézzél. Nyissz, nyassz, nyissz, nyissz. Na, mindjárt kiderül. Ó, az pont egy... Ilyen nem fogom tesztelni, jaj, de jó. Na, gyere akkor, bástya.
Egy szabba hagyod a... Azaz. Jaj, de jó, hogy ketten vagytok. Miért vagytok ketten? Akkor adjad vissza a kardomat. Nem, azt nem akarod csinálni. Hát nem viccelt a játék, ide rakott kettő ilyen melákot-e? Az elvileg jól út. Adjál életet, köszönöm. Szóval, hagyd teszteljen már le ezt. Ami normális ellenféle, nem valamilyen ex-bosszon. Tudod mikor? Ugorjak át, te hülye vagy. Mondom én, hogy te hülye vagy. Mondom, két melák, na. Hát itt már csak nem jönnek oda. Várjál, mert itt lehet menni lefelé. Ez nem az az ajtó, ahol a túloldatot volt egy emlék. És még magot is ültettem oda. Miért nem lehet akkor meg kinyitni? És akkor lenne egy shortcut. Ki van találva ez a pálya? Amint tudok ültetni, én ültetek. Én még egyszer ide nem ugrálok át. Nem árt. Yeah.
igen, köszönöm. Szóval én még egyszer át nem ugrálom. Viszont lehet, hogy érdemes lenne. Mert ez most B-skálás agility-re. Mi lenne, hogyha a másik rúnákat a kardból átpakolnám ebbe? Meg kéne jegyezni, hogy mik azok a rúnák, amik benne vannak. És a kardból átrakni ebbe. A Velox meg a Qualus. A Velox meg a Qualus. Na nézzük, hogy így hogy néz ki. Még mindig B-skáláljon a fegyvernek. Mindjárt így leteszteljük. Mert javította az agility skálát, csak még mindig B. A játék végére cserélek fegyvert. Egy olyanra, amit a játék elején használtam. Azért az úgy nem túl gyakran fordul elő. Ó, de jó. Ne akadjál már el. Szóval el kéne takarítani nagyon gyorsan. Ez a fegyver ez amúgy nem rossz, csak már hozzászoktam a nagy karthoz. Szóval le lehet rúgni, vagy valami? Aha, aztán biztos, hogy le fogok ugrani. Hülye vagy. Biztos, hogy nem. Hát max úgy. Hát, hogyha lenne magom. Nem, oda biztos, hogy nem ugrok le, nem kockáztatom meg. Drága az én életem. Nézd a mimiket, hogy elbújj. Biztos, hogy nem. Az nagyon bosszagú. Igen,
Hol volt? Hú, ezek a frame droppok. Erre. Nagyon-nagyon-nagyon basszagú az ott. Jó, nem most fogok kísérletezni ezzel a fegyverrel. Oké, föl van fejlesztve, meg raktam bele rúnákat, de nem most fogom kikísérletezni, hogy ez a fegyver, ez milyen. Úgyhogy ebből szépen a Veloxot, meg a Qualust kivesszük, és visszarakjuk ebbe. Tehát itt van egy Velox, meg egy Qualus. Így, rakd bele. Oké, okay. És akkor kérem vissza a kardomat. Veszünk egy... vagy két magot. Hogy ne kelljen annyit futni mindig a bosshoz. Chosen bearer of the lamp. Hol van? Like you, I serve. Kettőt tudok venni. Egyébként a lámpafrissítős téma, nem tudom, hogy még egyet tudnék fejleszteni rajta szerintem. Az nem tudom, hogy hol van. Ki tudjuk maxolni a lámpát, fogalmam sincs. Na mindegy. Na, szóval. Na bazd meg. Ne már. És ez komoly. Ide hozott vissza. Én meg ide lebasztam egy magot. Úristen, genyó. Én ide akarok lerakni egyet. Ahogyha az boss, ahogy sejtem, akkor inkább innen futok, mint kintről. Na. Majd ismerem én már ezeket a játékokat. Jó van, tudjuk mindannyian, hogy az a lánc az nem sokáig lesz rajta. Vagy ha rajta is marad, azzal fog csapdosni. Nem merek oda menni. Jó, eldobta a láncokat, nem fog csapdosni vele.
viszont azzal még tud dobálni. Csap! Ne már, hogy elütsz fölöttem, és akkor még tüskéket raksz a kezed alá, hogy fájjon. Hű, de sok életed van. Anyád. Vicces ez a második fázis. Jel már meg üres életcsíkkal. Na. Eporlat. Nincs még egy fázis. First try. Én azt mondom, hogy adjál inkább életet, hát mondjuk sokat már nem ad. 10-et. Akkor adjál sebzést. Valami emlék esetleg? Á, itt van-e. Kiszúrja a szemet. De ilyenkor nem kapom meg érte a üzét. Aha. Addig, amíg megy. Vannak én nekem páncélok. Szarabb. Vannak, csak nem jók. Fizikaiban mondjuk ez... Ezek jobbak, mint amik... Amit én hordok most. Hol van a... Itt van-e? Jó, lényegesen nehezebb is. Fú, ennek milyen védelme van. Na mindegy, pihenünk, mert megkaptuk érte a emlékért a jutit. Menjünk szépen oda föl. Ja, azért vernyákol a lámpa, jó? Igen.
I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. Mm-hmm. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Dejo. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Most fogok endinget választani. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Lépjünk be. Hely, de szép vagy. Te is. Visszafelé. Semmi. Jaj! Ki gondolta volna? Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia of shameful distortions of the truth? For eons, I stood as mankind's guardian. Shepherding them with wisdom and love. Yet in return, I was betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. Yet. The judges, their crazed followers, butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rogar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the heathen forces. In the end, nem igazán értem, hogy... Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. Csapkodjam szét a csicskásait. Aha. The judges banished me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods. They could worship their real ambition all too clear. Yet an outcome, the people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment? Far more than was ever.
Hát ez valami távolsági karakterrel lehet, hogy könnyebb lenne. Mindent felgyújtanak. Hatred, suffering, chaos. They believed they were capable of guiding themselves, but have been proven sorely mistaken. Mankind needs me now more than ever. And what of other beings who claim godhood? Where are they? What of Aureus and the abhorrent Umbral creature? They are cowards, hiding in Forsight and obfuscated shadow. Kimennék a tűzből, amúgy. And yet, here I stand before you, hearts and open arms. For I love all of my children. Even the wayward ones. Nem bírok oda lemenni. Listen to me. You must stop this before you allow yourself to condemn all of mankind for eternity. I am not your enemy, only what my own enemies fear. The loss of the dominion they have established for themselves in my absence. Cease your misguided violence. You are in the presence of a god human. Your god. I fool you for nothing and can just as easily destroy you. Yet you would dare defy my will. The world in which you exist is my world. Ha ennyi lesz a boss harc, az nagyon szánalmas. Utolsó heal. Who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Na, és most? Annak ott pápában. Akkor sanszos, hogy ennyi volt a boss. Engem megnyírják ki a faszba ugyanúgy, az igen. Jó befejezés ez. Radiant ending. Jó. Hát akkor ezt is skipeljük.
Feladottál egy új osztályt. Ja igen, ahogy végigviszed a játékot, meg mi egymás, ugye mindig oldasz fel új-új kasztokat, mert van benne egy rakat új kaszt, nem csak az a pár darab, ami ugye a játék elején elérhető, amikor ugye elindítod a játékot. Hanem ahogy végigviszed a játékot, úgy oldasz fel egyre több és több kasztot. Na, kérdezi a játék, akarok-e New Game Plus-t? Nem akarok New Game Plus-t. Mert eszembe jutott közben, hogy van egy olyan rész, ahova én majd szeretnék elmenni. Adjam még sebzést. Így. Van egy olyan hely, amire kíváncsi vagyok, és ez még valahol a játék leges legelején volt. Mindjárt kiderül. Hát nem ez volt a legjobb ending, az is biztos. A legjobb endinget azt ott elbasztam, amikor a legelső ilyen fényt megtisztítottam. Mert a Umbral ending elvileg a legjobb. És ahhoz, hogy azt feloldjuk, az nem szabad egy ilyen fényt sem megtisztítani. Na viszont én nem véletlenül jöttem ide vissza, mert itt volt egy ajtó, ami zárva volt. Most viszont ki lehetett nyitni, mi van itt? Ez itt ennyi? Isaac Paladinnek a szettje. Az jó napot. Csak megnézzük a kardot. Hát jó, van, basszatom ezt a kardot, mert inkább strength. Viszont a paladin set. Ja. De hát ez megint szarvédelme van. Jó, legalább akkor tudom, hogy itt mi van. Jól van, hát én úgy gondolom, hogy akkor ezt a játékot ezt végig toltuk. Hát maradjunk annyiban, hogy menjünk vissza Skyrest-be. Maradjunk annyiban, hogy nem tudom, hogy a többi endingnek mennyire más és más a bossza. De ehhez az endinghez tartozó boss egy szánalmas fos volt. Tehát, hogy ilyen hülye tüzes mobokat kellett csak gyilkolni, aztán meghalt a boss. Tehát így nem ár. Tehát akkor legalább utána azt a nagy dögöt kellett volna megölni. Adírt. Kicsit közelebb jött volna a platformhoz, az csapdosni kellett volna a hasát, kezét, meg mi egymás, néha megszédül, leesik a padlóra a feje, megcsapkodni a koponyáját. Tehát itt lett volna ebben a bossban is még lehetőség, úgy látszik, hogy a citysek nem igazán éltek vele. Nem tudom, hogy a többi endinghez milyen bossok tartoznak. Úgy tudom, hogy van 6 darab, nem tudom, hogy a 6 ending az hogy néz ki. Mondom, az Umbral Endingnek a létezéséről tudok, ahhoz egyetlen egy ilyen fényt sem szabad megtisztítani. Én azt mondom már rögtön a játék elején, amikor a legelsőt megtisztítottam, én ott el is buktam. Azt majd esetleg egy másik végigjátszásnál majd megnézzük. Elvileg, és nem tudom, tehát tényleg nem tudom, hogy az a ending az hogy néz ki, de elvileg az az ending a legjobb.
meg ott van valami plusz boss is hozzá, meg mit tudom én, tehát mondom így, nem tudom, hogy az egész ez hogy néz ki. Nekem most ez sikerült. Ennyi. Itt lehet elmondani a játékról, egyébként kurva jó. Nekem végig nagyon bejött. A hangulata, a képi világa, már most nem a grafikára gondolok, hanem ténylegesen a képi világra, az a egész világ, amit itt megteremtettek, az atmoszféra, a hangulata, a tájak, minden egyébként nagyon-nagyon patent volt, és rohadtul el lett találva, és nekem a rohadtul bejött. Voltak benne egyébként kurva jó ötletek, amik egyébként jól is működtek. És itt most gondolok ugye a két síkra, amikor ugye át kellett váltani a másik, ugye az umbrál, úgymond dimenzióra, és úgy kellett tovább haladni. Tök jó volt egyébként ez a két dimenziós megoldás, ami viszont nem tetszett benne, hogy voltak olyan ellenfelek, akiket ugye a másik síkról védtek, és akkor el kellett kezdeni őket lámpázni. Az olyan szinten szar volt, meg kizökkentett a harcnak a mechanika, vagy a dinamikájából, hogy az nem kellett volna. És nyilván átmentem volna umbrába, szétcsapom azt a parazitát, aztán nem kellett volna lámpázni, de ez így ebben a formában nem igazán működött. A parry rendszer egyébként nem volt rossz, ugye a játék kelén azért úgy használgattam, egész addig, amíg ugye a karmokat hordtam a kezemen. Utána, hogy átváltottam erre a kardra, onnantól kezdve nem igazán parryzgettem, csak nagyon ritkán. A fegyverválaszték egyébként valami bődületes, tehát rengeteg fegyver van, és ugye én ezekből már adtam el egy csomót. A páncélok is egyébként kismillió van benne. Van ebben a játékban úgymond újrajátszási faktor elég rendesen. És mondom, maga a játék nagyon jó volt, viszont nagyon messziről sem tökéletes. És a legnagyobb ellenségem az a target lock volt. Rettenetesen szarul működik benne a target system. És az a vicces az egészben, hogy a játék úgy kezdődik, hogy van egy 40 perces oktató rész. És az alapokat meg mindent 40 percen keresztül rág a szádban, és utána a játék végéig nem működik rendesen. Na mindegy. Tehát a target rendszer, meg tényleg megjelenés követő jó egy hónapban szerintem nem volt olyan nap, hogy ne jött volna a játékhoz update. Mert most, amikor ez a felvétel készül, már nem jött hozzá egy 3-4 napja a patch, úgyhogy nem mondom azt, hogy elért a játék a végleges verziószámot, mert nyilván nem, csak most egyelőre nem nagyon vannak olyan hibák. Bár mondjuk az a Red Reaper, ugye, amikor eléred az umbrában a hármas szordot, az most elvileg megölhetetlen. Én nem nagyon próbálkoztam vele, csak hallottam hírét, hogy amikor lemegy a föld alá, akkor teli élettel jön vissza, úgyhogy nem igazán tudod megölni. Az, hogy ez most szándékos, vagy a legutóbbi patchnek köszönhetően bebugzott az élete, és mindig újra tölti magát, az passz. Én mondom, nem is próbálkoztam vele még patchek előtt, meg a játék megjelenése előtt, vagy hát előtt megjelenését követően sem megbirkózni vele. Egyszer-kétszer összetalálkoztam vele, amikor fölment a hármas szorzóra ugye az umbrálba a cucc. Az, hogy nem lehet közben healelni, meg túltápolt szar, az ellenfél közben nem kértem belőle. Na mindegy. Szóval összességében egyébként a játék kurva jó, a zenéi nagyon jók voltak, tényleg a harcrendszer is nagyon el volt találva, tényleg nagyon faszán összerakták ezt a játékot, és nekem sokkal, de sokkal jobban tetszett, mint az előző Lords of the Fallen. Igazság szerint összesen lehet őket hasonlítani. Ég és föld a kettő játék. Ez szerintem messze jobb volt. De mondom, nem tökéletes. Az optimalizációról PC-n inkább ne beszéljünk, mert förtelmes, még most is.
Nem tudom, hogy ez valaha egyébként fog-e normálisan futni, de nézegettem gépemen, hogy milyen beállítások mellett futna jól a játék. Oké, hogy már most vállalhatóbban megy, mint megjelenéskor, de mutatom egyébként, tehát mondjuk ezt nem értem, hogy miért nincsen 60-on, tehát itt van DLSS Ultra performance-on van, tehát így van nekem majdnem stabil 60 FPS. Hát most, hogyha én ezt visszarakom quality-re, alkalmazom, már most estünk egy 10 FPS-t. 15-öt. A 60-ról. Elmentette amúgy? És akkor még csak nem is az ultra beállítások, mert most én megmutatom, tehát magas beállításokon játszottunk, és hogyha én ezt mindent fölveszek ultrára, annyi, hogy a szín, az nem kell, jó, oké. Okay. Tehát ezeket én így megtartom. Így ultrán, jó, mondjuk itt ezen a területen egyébként mindig ilyen izé volt. Fos FPS, úgyhogy warpoljunk el, tudom én hova, ide erre a vas részre. Mondjuk inkább a mocsárba kellett volna, hogy jobban zabálta az FPS-t a játék. Tehát így van nekem, ultrán itt 55 FPS-em, 52, 51, 54, na. És ez ultra teljesítmény. Most ahogy én a játékokat szoktam játszani, az általában így quality-n van. Tessék, 35 FPS. Nem véletlenül játszottam a játék elejét 30 FPS-sel. Mert egyébként megfogom. Ide jövök. Lock 30. Persze. És akkor 30 FPS. Ezzel csak az a baj egyébként, hogy a játéknak a framerate-je olyan szarul van kalibrálva vagy megírva, hogy ez a 30 FPS kb. 20-nak látszik, 22-23-nak. És a 60 FPS-nél is észrevettem, hogy stabil 60-nal fut, de olyan 40-nek, 45-nek tűnt nagyon sokszor. Nem volt eléggé folyamatos a kép, hanem olyan... Még stabil 60 FPS-sel is röcögött a kép, nem volt folyamatos. Tehát, hogyha ha nem látnám az FPS számot, akkor azt mondtam volna, hogy a simán 40, és nem 60. És pedig a számláló azt írta, hogy 60 stabilan. És ez, hozzáteszem, ez nem az én gépemnek a gyengeségeit mutatja, hanem a játéknak a gyengeségét, ugyanis a játék PS5-ön is kurva szarul teljesít. Ilyen téren. De 20 FPS-ről beesett, azért az derék. Na, szóval egyébként a műfaj kedvelőinek én ezt a játékot egyébként bátran ajánlom, mert tényleg voltak benne nagyon jó ötletek. A bosszoknak az öme egyébként töltelék boss volt, jelentéktelen semmik voltak, akik utána visszatértek mob formájában, és akkor lényegében ugyanaz volt, mint a Nioh-ban, hogy ismétlődtek a bosszok, csak itt most már ilyen kisebb ellenfélként jelentek meg. A cinematikkal ellátott bosszok viszont kurva jók voltak. Egytől egyig. Tehát a rendes main bosszok, story bosszok, azok nagyon jól el voltak találva. Minden téren, design téren, meg minden téren nagyon faszák voltak. Úgyhogy így ilyen, ezekre nem igazán van panaszom. Mondom, a töltelék bosszok azok viszont olyan ne. Na, ami nem sikerült, az a lámpát felfejleszteni maxra, meg szerintem kihagytam egy csomó mindent, de én azokért most már nem megyek vissza, mert fogalmam sincs, hogy miket hagytam el. Például itt a börtönben is itt van egy bezárt nő. Hát börtön, nem tudom, itt van egy cella, de be van zárva egy nő. Most is beesett 20 FPS-re a játék, most 20, mindegy. Aki most már nincsen itt, de eddig itt volt, nem tudom, hogy mikor tűnt el onnan, meg mi egymás.
fogalmam sincsen, hogy mi célt funkcionált a játékban. Sőt, a mocsárban is egyébként volt egy NPC, aki kővé volt dermedve. Ott valami egyébként spellt kell nyomni, valami ilyen csodát, vagy nem tudom. Ugye megnézem a spelleknél. Szanya leltár. Tehát valami ilyesmi spellt. Bármilyet. Ott elnyomsz, azt akkor ki van szabadulva, azt akkor lesz egy questlánya, meg talán ad a jutalmakat, meg mit tudom, én nem foglalkoztam vele. Ennek utána érdeklődtem, onnan tudom csak. Na, viszont én nem húzom tovább a szót, mert eleget pofáztam. Ennyi lett volna a Lords of the Fallen-nek a végigjátszása tőlem. Nyilván ugye első reakciós vak végigjátszás volt, azért volt olyan, amilyen. Szóval szeretem megörökíteni egyébként az első végigjátszásokat, ugye egy játék, ugye az első találkozásomat, ez ugye ez volt. Valamikor egyébként majd biztos újra elő fogom venni, de nem mostanában. És az a lényeg, hogy ugye a Pókember 2-t meg a Lords of the Fallen-t én ugye felvettem végig, most már tudok egy picikét koncentrálni olyan játékokra, amiket ugye ezek előtt elkezdtem. Lásd az Elden Ring, a Diablo 4, a Blasphemous 2, meg nem is tudom, megye még valami a csatornán, illetve nem sokára, mire, hát nyilván mire ez a videó kikerül, addigra már megjelent a Last Faith, azt is szeretném végigjátszani, úgyhogy lesznek itt még hasonló vidámságok, meg ugye, hogy az Elden Ringgel valamikor végzek, akkor jönnek a Dark Souls-ok késsel, meg a Demon's Souls késsel. De ha az megvan, akkor szerintem jön a nagy batárkardos strength build végigjátszás mindegyik FromSoft game-ből, szóval lesznek itt még érdekes dolgok. Na, srácok, először is most így ránéztem, hogy mennyi healem van, 9. Nem tudom, hogy ezt a számot kitaláltak, akkor már miért nem 10. Gyűlölöm azért, amikor ilyen úgymond nem kerek számra jön ki a maxra fejlesztett dolog. Na mindegy. Na, szóval, kösz szépen a figyelmet meg mindenkinek tényleg, aki itt volt velem. Én élveztem a játékot, és bátran ajánlom mindenkinek, aki szereti magát a műfajt. Mondom, a játék messze nem tökéletes, de nem annyira szar, mint amennyire nagyon sokan beállítják. Na jó, szevasztok, és még egyszer kösz a figyelmet.